Nem nagyon van olyan Veszprémben, aki nem ismerni a Reber Papitot. Sziasztok! 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 Van olyan. Van. Bemutatjuk a tagokat, ketten is eljöttek hozzánk egyébként. Itt van Pepe. Sziasztok, jó estét, sziasztok. Pepének egyébként a rendes neve, mindjárt még hangosítunk rajta, még egyszer. Sziasztok, jó estét. Nagyon jó. Nagyon jó volt. Pepe, azaz Barát Péter, és itt van még Rejdi, Rejder László. Csókolom. Csókolom. Szia, estét. Kezdjünk is bele. Tulajdonképpen ti már jó régen, 91-ben megalakultatok. 20 esztendeje, igen, igaz? Igen, hogyan történt ez az esemény, erről mondjatok valamit nekünk. Kedves Péter. Klasszikus rockzenekari megalakulás volt. Egymást találtunk az iskolában, és a szalagolatóra kellett valamilyen műsort összeállítani. És az eredeti műsort, azt a kipécézett tanár azt mondta, hogy nem csinálhatjuk meg. Mert miért? Az iskolából. Hát ez egy szerintem egy ilyen paródia lett volna, amiben ő nyilván egy főszerepet kap már, mint a gegek és a kifigurázás terén. És úgy gondoltuk, hogy akkor csinálunk majd mást, ennél sokkal botrányosabbat, alakítunk egy zenekart, aminek az eredeti felállás szerint az osztályfőnökünk lett volna a dobosa. Az nagyon menő lett volna. Menő lett volna, csak aztán valamilyen oknál fogva ő mégsem vállalta, és akkor kellett dobost keresnünk. És a konkurens velünk egy év folyamba járó osztályhoz fordultunk, akikkel egyébként rendszeresen verekedtünk, tehát össze kellett szedni a bátorságunkat, hogy átmenjünk a másik osztályba, és ott megkeressük Farkas Balást, hogy legyen már olyan kedves, segítsen ki minket és doboljon. Így történt tulajdonképpen, aztán Reddy mindig azt szoktam mondani, hogy elfelejtettünk felhasználni, én meg azt mondom, hogy szerintem marha jó volt az első pillanattól kezdve együtt zenélni, és tényleg így maradtunk. És ugye, hogy miért maradtunk így ezt a 20 éves jubileumi koncerten fogalmazta, szerintem meg marha jó, hogy egy zenekar az két ok miatt vonulhat fel, az egyik a lóvé, a másik meg a nők. Na most pénzt sose kértünk a zenéért, szerintem most már így is marad a következő 20 évben is. Vagy tévedek, Laci? Nem, abszolút igazad van. Nők meg voltak. Miért pont Reber Papi? Tehát ez akkoriban azért nem volt túl nagy divat angol nevet adni egy magyar. Dehogy nem, csak az volt. Persze, eredetileg ugye mindannyian alumíniumipari technikusként végeztünk, ez most már azóta egy ilyen eltemetett szakma. Mi voltunk az utolsók, akik végeztünk ezen a szakirányon, utána meg is szüntették egy az egybe. És az eredeti nevünk AluBND volt, ami az Aluminium Blues and Dögösnek a rövidítése, de hogy az AluBND ez annyira nem jó, valami angol kellene, és a Gabi nevű csajszi, aki a kétanyelvű gimnáziumban tanult akkor, ő hozta ezt az ötletet, hogy Ruber... Tudod is angolul. Gabi, semmi gond nincsen. Rajtunk maradt, mint szamáron a fül. Igen. Gabi vagy a név? Nem, a név. Gabi tüngdér mackó, tehát nincs fel semmi gond. Hogy rubber, mint radírgumi, és akkor, hogyha leírod, hogy rubber, és alá, hogy puppet, akkor a két B alatt van a két P, és hogy ez egy vizuális rész, mennyire tuti. És azóta rajtunk maradt tényleg, mint a szamárfű, mert se kimondani nem lehet, se megjegyezni nem lehet. Igen, én is beszültem. Neked sikerült. Két ember tudja ezt kimondani, az egyik te vagy, a másik meg Jimmy Winchester. Amíg jöttetek föl a 20-ra egyébként azt mondta, hogy mit is mondtál? Hogy Rabbit Papitot mondtam, de ugyanaz is sikerült. Nyugodtan mondjál. Pupos Robi, Papír Rabbi, vannak ilyen. Én azt hittem egyébként, hogy egy kezdeti italozás alakult ki ez a név, mert valami ilyesmit olvastam az interneten. Hogy igen, ezt már csak én találtam ki. Hogy... Jaj, értem. A marketing, már megint a marketing. Igazából azt gondolom, hogy egy zenekart három dologgal lehet jellemezni. Tehát ti ebben nagy rutinnal tettek most már szert, hogy egy csomó zenekart megszólaltatotok. Az egyik az, hogy mi a filozófiája a zenekarnak, a maga a küldetése. A másik az, hogy milyen a zenei háttere, tehát milyen zenei stílusban próbál meg valamit átadni, a harmadik pedig a szöveg, a mondani való és annak a szövegi készlete, tehát az a nyelvi készlete, amit használ. Na most a filozófia nálunk az úgy néz ki, hogy alapjában véve mi a törzsközönségnek játszunk. Tehát az ősi rajongóknak, a törzsközönség négy főből áll, a Farek, a Taki, a Pepe meg én. Tehát megpróbáljuk ezt a négy embert maximálisan. Ez egy rendkívül finnyás egyébként, de rendkívül toleráns, de és egyben kritikus közönség is. Tehát ezt a négy főt mi megpróbáljuk kiszolgálni, hogy jól érezzük magunkat. Tehát ez a filozófia. Akkor
zenei készlet, ezt is el tudom mondani, E-moll, D-dur, A-moll, C-G, néha egy-egy F is. És most viccesen hangoznék, ha most a Rejdi ezeket az akkordokat elkezdeni egymás után fogdozni, és tulajdonképpen az összes nótát egymás után ezek. Simán, tehát tudnék olyan akkordnál, tehát az összes nótát rá lehetne énekelni. Tehát ilyen remix egyből. A szövegi környezetet, ezt egy szó talán a kád. Igen, ez Azt hiszem értem, de nem akarom kimondani. Egyszer megcsináltam azt, hogy a Rejdi... Nem, semmi. Csak több nótában is benne van az a szó, hogy kád. És ez olyan szó, amit olyan sűrűn azért valljuk be őszintén a zeneírók nem szoktak használni. Tehát a Ravel Papit filozófiája igazából az, hogy már majdnem jó, hogyha az a hülye nem rakta volna be azt az egy sort, amitől elrontotta volna az egészet. A második albumról szeretnék tulajdonképpen kérdezni. Ugyanaz történt, mint az elsőnél. Igen. Megfogalmazódott bennünk, hogy összegyűlt már annyi nóta. Igen, hogy jó lenne az utókornak megőrizni, és akkor nagypapák leszünk, nem veszem el. És mi változott az első lemezhez képest? Fele annyi nótát sikerült írni. Dupla annyi. Stílusbeli változás esetleg? Érdekes. Össze lehet hasonlítani a kettőt. Szerintem egy ilyen az elején visszafogottság, nem tudom, érettség talán. Most miért nézel rám, Laci? Az a rádió hallgatók, nem vagy rám. Kíváncsian várom. Ezt én is. De szerintem majd meglátják ők is egyébként. Bölcsebb ez a zene, mint az első volt. Nyilván az ember egy kicsit idősebb lett, meg a tűzből jó erős parázs lett, és akkor ezt nem, Laci? Nem? Nem tudom. Szóljál valamit. Szóval nekem csak annyi volt az egész, hogy az első alkalommal egy nap alatt 15 nótát kellett felénekelni, a második alkalommal meg 9-et. És ennyi. Igen, végülis mind a két album 6 nap alatt készült, azt azért elmondom, mert aki ilyen nyilván nem tud fölvenni egy lemezt, azt szerintem nem is álljon neki. Úgyhogy ez is. Miért? Megnézel egy koncertfelvételt most tényleg? Most a Robbie Williams koncertfelvételt egy 2 órás, mennyi alatt vették fel? Két óra? Ennyi. Most nem kell itt egy stúdióba járkálni. Tulajdonképpen Rejdi azt írod a honlapon, hogy te nem vagy zenész, inkább hangszer tulajdonos. Ezt miért? Hát először is nem tudok kottát olvasni, de ezzel nem vagyok egyedül a zenekarban, senki nem tud kottát olvasni. Ez az egész zenekar, vagy a Ravel Papit, vagy teljesen mindegy, hogy mi, vagy hangszer tulajdonosság, nézzétek, ez a mi magánéletünk. Tehát ez nem zenekar, nincsen különösebb motiváció, hanem valaki szeret, mit tudom, súlyokat emelni, vagy valaki azt szeret, hogy van egy ügyvédje, vagy nem tudom, tehát mindenkinek megvan. Valaki golfozik. Valaki golfozik. Hát mi meg muzsikálunk. Tulajdonképpen ebből is adódik, hogy nincsen nagyon sok fellépésetek, de 2 buli biztos, hogy van minden évben, ugye? Hát 2 van. Kedves Péter. Igen, az éves közgyűlés, ami ugye általában szeptember, október, november, amikor az Espresso-ba, bocsássatok meg, 300 000 vagy valami. És vagy valami hasonló mozi jellegű helyen esetleg elkövetjük. A másik pedig a minden évben megrendezésre kerülő, ezt sem mondhatom ki. Az utcazene. De! Igen. Mindenkit tudja, hogy ezt felléptek. És ez az a két, és esetleg még, ha jól megfizetik, akkor egy harmadik. Jamie Winchester egy olyan muzsikus, aki akkor is ír, amikor olvas, mert hogy egyébként ír származású a pali. Jó, ez nem... Egy hatalmas szívvel rendelkező, a rádió hallgatók nem látják, de velem szemben ülő úrral hasonló hosszúságú gajjal rendelkező, most már lassan focakul. De látják, mert tulajdonképpen, bocsánat, hogy közbevágok, de Vehér Zoli is itt van. Szia Zoli! Szia Zoli! Rögzíti ki természetesen az egész adást, amit meg lehet majd nézni később a vehér.hu-n. Szóval egy nagyon őszinte és tiszta lelkű muzsikus, és egyszer összevetett minket a Sors utca Zene Fesztivál alkalmával. Eljöttünk, együtt játszottunk. Ott a veszprémi zenekarok mellé beraktak valami országos sztárt, és hozzánk a Jamie került. Csak az volt a gond, hogy azt mondták, hogy játszanak olyan számokat, tehát a veszprémi zenekarok, amit a sztár is. Most a gond az van, hogy mi saját számokon kívül nem ismertünk semmi mást. Viszont a Jamie azt mondta, jó, küldjétek el, amire gondoltatok, és akkor majd én arra fölkészülök, és eljött próbálni, és tényleg fölkészült a pali. Mondtuk, hogy hát jó lenne vokába kicsit besegíteni, mondta, hogy ne haragudjatok, de nekem ez nem az anyanyelvem, én magyarul nem éneklek. Na, a harmadik számnál már ott reszelt és üvöltött, mint a fába szorult féreg. És onnantól kezdve azóta az összes bulinkra eljött zenélni, és egy nagyon jó szín volt egyébként. Egy nagyon alázatos, egy tündéri pali. Sztárral űr nulla, tehát nincsen. Nagyon, tényleg egy nagyon jó muzsikus. Igazi zenész. Mondjuk el egyszer, hogy ki mit csinál az önök arban, mert azért így ki lehetett deríteni, de hogy aki most kapcsolódott a műsorban, azt tudja.
Rejdi énekel és gitározik. Igen. Én szólógitározom, Farkas Balázs dobol, tehát én az Pepe. Igen. És Takás Tamás pedig basszusgitározik. És ha ráír, akkor eljön velünk Kata a futbolista is. Egyébként az tök érdekes, de pici gyerekeknek is nagyon bejönnek a nótáink. Ja, csinálunk gyereklemezt! Pont azt akarom mondani, hogy nagyon nehéz őket megszólítani. Tehát ők egyből eldedik, hogy valami jó vagy nem. Értékelik az egyszerű dolgokat. Mi meg ezt tudjuk. Az kell nektek, bűnös kell, de itt van a egyszerűség. Ott veszi meg, ott mindenki megőrül. Mindenki meg lesz őrülve. Készül, hogy be van azt hiszem két órán keresztül is ellennék itt, tehát elmesélnék, hogy... Annyi sztori van. Ó, te jó ég. De 20 év hosszú idő. A legjobbat. Nem tudom. Amikor azért felemeltek, azért az nekem volt a legjobb. Vali szörg. Ezek a csaj, figyelek! Így jössz, úgy figyelére! Megvagy! Arra ez annyira jó az a zene, fiúk, nekem annyira tetszik, és arra lennék kíváncsi, hogy akkor először előadtátok, akkor hogy fogadta a közönség? Mint egy slágert. Amikor a refrént játszottuk, a második refrénén már mindenki énekelte. Komolyan? Igen, akkor... Mondjuk eléggé fülbe mászó a dallam is, mert igen. Igazából ugye a szöveg is egyszerű, ez nagyon jó, mert ez így vonza a közösséget. Igen, és a szöveg az olyan, hogy akikkel együtt nőttünk fel, azoknak, azokról szól. Teljesen szubjektív. Tehát ez olyan, hogy szerintünk Veszprém ilyen, és kész. Ebben öttünk fel. És a népszerűségenek talán az oka, hogy sokak gondolják így. Ezt a nótát bárki megírhatta volna. Tényleg bárki megírhatta volna, mert ugyanabban a közegben öttünk fel. Hát, konkrétan mondjuk mi írtuk meg, de mondjuk a véletlen műve. Viszont nektek hoztam egy dalt, hogyha ezt még el lehet. Természetesen ezzel fogunk zárni, ugyanis van egy meglepetés. Van egy meglepetés. És nagyon köszönjük. Hát, köszönjük. Ho-ho. Na, egész jó. Az idők kezdetén, mikor még nem volt lámpafény, csak a szél hangja szólt, a Veszprém kórus nem dalolt. De most újra szól a dal, táborra repülni akar. Ez nem Szikra táviró, ez a Béz rádió, nekem nem kell dáridó. Csak a Méz rádió. Köszönjük szépen!